Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Szíbert Gergely, Fehér megyei kormányhivatal élelmiszer, láncbiztonság és földhivatali főosztályvezetője, megyei főállatorvos tisztelettel köszöntöm. Én is tisztelettel köszöntöm a nézőket. A beszélgetésünk apropója, hogy a Sándor a Földművésügyi Minisztérium első embere. Március 13-án nemzeti ünnepünk alkalmából elismerő oklevelet ok nyújtott át önnek. Ezt megmutatom a nézőinknek is. Nos, én azt gondolom, hogy egy pozitív megerősítés az mindig jól jön, főleg ha valaki olyan munkát végez, amely bizonyos értelemben egyik oldalról látványos, a másik oldalról pedig olyan munka, amitről nem győzünk eleget beszélni, hiszen azért valljuk meg, az élelmiszer Biztonság nagyon fontos számunkra. Igen, engem is meglepett, amikor az egyik nap egy levél várt, hogy miniszter úr kitüntetésben részesít, és az eddig elvégzett munkámért, az élelmiszerlánc, illetve az állategészségügy terén végzett munkámért egy elismerő oklevelet fog átnyújtani a március 15-i ünnepségek alkalmával. Azt gondolom, hogy az élelmiszer talán az egyetlen olyan termék, amivel mindenki találkozik, így annak minél biztonságosabb tétele nagyon fontos feladat, és az állam is nagyon fontos feladatának tartja, hogy a fogyasztókhoz mindig biztonságos élelmiszer jusson el, és ennek vagyok tulajdonképpen az egész szervezettel együtt egy láncszeme, hogy ezt az élelmiszerbiztonságot folyamatosan felügyeljük. Amikor vissza kell mennünk egy kicsit az időben, amikor 2012. március 15-én pontosan létrehozták a nébiket, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalt, illetve a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalokkal történt meg ez az összevonás, akkor külön feladatot kapott a megyei főállatorvos is. Tehát ez egy újdonság volt bizonyos értelemben, hiszen a földhivatali főosztályjal és az élelmiszerbiztonsági főosztály a megyei kormányhivatalokon belül kezdett el működni. Mennyiben változott meg a megyei főállatorvos munkája ezzel a döntéssel, ez, ami hat esztendővel ezelőtt volt? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy én még korábbra mennék vissza, mert 2008-ban született meg egy olyan döntés, hogy az élelmiszerlánc különböző szakágai, tehát a, a növénytermesztés, a, a, a takarmány előállítás, az állategészségügy, illetve az élelmiszer előállítás forgalmazás területe egy láncként egyesüljön össze, és ne különböző törvények, különböző jogszabályok foglalkozzanak vele, és az Európai Unióban elsőként megalak, megalak, elkészítették az élelmiszerlánc törvényt, Amivel egy úgy, úgynevezett lánc gondolkodás indult meg, és mint minden lánc annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme, tehát minden egyes láncszemet megfelelő odafigyeléssel, erővel kell felügyelni, és ez egy teljesen új gondolkodásmódot vezetett be, mind a megyei állategészségügy, Területén, mint országos szinten. És a megyei főállatorvosoknak így már lánc szemléletben kellett gondolkozniuk, és ehhez jött az a változás, hogy a kormányhivatalok belső integrációjának hatására több főosztály egyesült, és így a földhivatali munkák is az én általam vezetett főosztályhoz kerültek. Tehát a termőföldtől az asztalig voltak éppen, valamennyi láncszem illeszkedik a törvény szerint természetesen ahhoz az ellenőrzési folyamatba, amelyet most önök végeznek. Hogyan lehetett ezt megtanulni, hogyan lehetett ezt integrálni, hiszen azért nincs olyan állatorvos, aki úgy születik, hogy, hogy mindent az imént felsoroltakból tudjon? Én azt gondolom, hogy, hogy mindenhez nem lehet érteni. Egy vezetőnek szerintem nem az a feladata, hogy mindent szó szerint visszamondjon mondjuk egy tankönyvből, hanem mindig tudja, hogy kihez kell nyúlni, illetve mihez kell nyúlni. E nagyon jó szakemberekkel vagyok körülvéve, mind az osztályvezetők, mind a, a szakigazgatási szervben dolgozó valamennyi munkatársam a saját maga szakszerületén nagyon jó munkát végez, így az ő irányításuk az én feladatom. E, tulajdonképpen e, nagyon fontos, hogy e, hogyha jelentkezik egy probléma, akkor tudjuk elhelyezni e, azon a palettán, ami igen, a termőföldtől egészen az asztalig e, tart, és, e, és megtaláljuk azt a legmegfelelőbb szakembert, aki a legjobban ért ahhoz a szakterülethez, és e, biztos, hogy ő hozzá fogunk fordulni. Nyilván ezek a szakterületek egymásra épülnek, ahogy a munka is. Tehát a szoros együttműködést kíván ezt a kapcsolatrendszert hogyan lehet erősíteni a mindennapokban? Hát mindenképpen valamennyi szakemberrel, aki itt a megyében dolgozik, a lehető legjobb kapcsolatra törekszem én is, illetve törekszik valamennyi vezető, aki ebben a szervezetben dolgozik. És a jó szakmai kapcsolat, a jó emberi kapcsolat hozza magával azt, hogy mindenki érzékeny arra a területre, amivel foglalkozik, és hogyha problémát talál, vagy problémát érzékel, akkor szól a felettesének, és így mindenképpen eljut a hír akár hozzám, illetve rajtam keresztül az országos főállatorvoshoz, akinek viszont az egész országot kell ugyanígy kézben tartani. Jó, ja, akkor menjünk sorba, én azt javasolnám, növénytermesztés, ha az élelmiszerbiztonságot tenni, tekintjük, akkor nyilván ott kezd kezdődik minden. Növénytermesztés, takarmány, előállítás, aztán az élelmiszer előállítás, illetve hát az állategészségügy. Ezek összefüggenek értelemszerűen. Kezdjük a növénytermesztéssel. Nemrégiben ugye szányra kapott, hogy egyre inkább hazánk mióta a GMO-mentességben érdekelt, azóta az önök feladata ez is, hogy a GMO-mentességet ellenőrizzék. Tehát ez is már egy külön feladat és egy újdonság. Igen, természetesen ezt nem állatorvosok végzik, hanem növényegészségügyi mérnökök, akiknek a székhelyük Velencén van, ők a Fehérvári járáshoz tartoznak, és, és, és az ő megfelelő szakmai ismeretük, illetve munkájuk egy biztonságot adhat a megyében a növényegészségügy területén. Igen, és emellett itt van az eredetvédelem. Azt gondolom, hogy nem különben fontos. Nem régiben volt egy konferencia Székesfehérváron, én már a másodszor. Azt hiszem, hogy ez egy olyan fontos szakterület megint csak, ami, ami nem kell bizonygatnunk, hogy miért. Természetesen a nyomon nyomonkövetés, illetve mindennek az eredete egyfajta biztonságot ad, mert az élelmiszerbiztonságnak az az alapja, hogy mindig tudjuk, hogy mi honnan származik. A fontos kérdés, hogy nyilván a szakigazgatási szerv lévén határozottnak kell lenniük. Hogyan tudnak utána járni, hogy az hiteles legyen minden egyes vizsgálat? Vannak-e akciók? Akciók persze vannak, hiszen erről majd később szó esik, de a növénytermesztés ez egy kulcskérdés. É, igen, a Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal a hatósági munkája mellett természetesen egy laborhálózatot is működtet, és így az oda bekerülő legyen az akár, növényminták, de az élelmiszer hasonló, illetve a takarmányminták hasonlóan esnek a latba. Ott megfelelő úgynevezett akreditált módszerrel vizsgálják meg, és az az eredmény az nagy biztonságot ad a felől, hogy az a termék megfelelő, vagy nem. Termények, tehát nyilvánvaló, hogy a, a haszonálatainkat etetni kell, méghozzá minél olyan termékekkel, amelyek minél gyorsabban fejlődjenek. Számtalan esetet tudunk, amikor ez visszásságot szült. Hogy tudják ezeket ellenőrizni? Ez is egy folyamat, vagy inkább az akciókban hisznek? Van egy éves ellenőrzési ütemtervünk, amelybe a takarmányok is beletartoznak, tehát az előző évek tapasztalatai alapján mindig azokat a legneuralgikusabb pontokat próbáljuk folyamatosan ellenőrizni, ami problémát okozhat, de természetesen, hogyha tudomásunkra jut valami nem megfelelőség, akár az Unióban, vagy bárhol máshol, ami felbukkanhat Magyarországon is, akkor arra külön ellenőrzési akciót szervezünk. Még továbbra is a termékekről faggatnám, hiszen szintén napi kérdés most a mézjelentés. Ugye Brüsszel elfogadta, Erdős Péter, a Fidesz a európai parlamenti képviselője vetette fel a mészhamisítási botrány kapcsán, és a mézjelentést megtárgyalta az Unió Mezőgazdasági Bizottsága, elfogadták március 1-én a magyar javaslatot, jó azt hiszem, hogy két-három kiegészítéssel, és most jön a java értelemszerűen, hiszen ettől a pillanattól kezdve nem tudom, hogy mikor jön ki a határozat erről, ahogy eddig is, csak ennél szerintem gyakrabban lehet ellenőrizni azokat a mézeket, amelyek a polcokra kerülnek. Ennek mi a folyamata? Hát a méz az egy nagyon érdekes termék, élelmiszer. Azért is nagyon fontos, mert Magyarország vezető hatalom tulajdonképpen a méz Tehát nagyon nagy felelősség hárul a magyarországi méztermelőkre, illetve a magyarországi méztermék előállítókra. Mert nem mindig azok forgalmazzák a mézet, akik előállítják, tehát vannak úgynevezett felvásárlók, akik felvásárol, felvásárolják mondjuk az őstermelőktől, illetve a méhészektől a terméke, a méztermékeket, és ebből előállítanak a polcokra is kerülő mézeket. Nagyon fontos, hogy az ő nyomon követésük megfelelő legyen, és azokba a, a, a tégelyekbe megfelelő mész kerüljön, ugyanis hogyha kiderülne, hogy, hogy, hogy nem megfelelő terméket töltöttek a, a, és mézként próbálnak olyan terméket eladni, ami nem felel meg a méz jelenlegi előírásainak, akkor azzal nem csak saját magukat, hanem akár Magyarországot is lejárathatják. Igen, itt a kínai méz hamisítási botrányról beszélek elsősorban. No, állategészségügyel foglalkozunk kiemelten, mert hogy én azt gondolom, és személyes tapasztalatom is, hogy a adott esetben a legtöbb visszáság itt van egyik oldalról, a másik oldalról pedig furcsa dolgok történnek. És hát önökben bízunk, hiszen a kiemelt ünnepeinken és kiemelt ellenőrzéseket végeznek, de általában hogy néz ki az állategészségügyi ellenőrzések sora? Mint minden országnak, Magyarországnak is van egy úgynevezett állategészségügyi stratégiája, tehát hogy bizonyos betegségektől mentesíteni akarja az a saját állatállományait, illetve ezt a mentességet fent akarja tartani. A legnagyobb sláger tulajdonképpen mostanában a sertések PRRS-től, ez egy vírusos megbetegedés, ami a légzőszervet, illetve a szaporítószervet támadja meg, hogy Magyarország mentesüljön. Ezt három lépcsőben fogjuk elérni, és az az örömteli helyzet, hogy Fehér megye a második lépcsőben már mentesült ettől a betegségtől így Fejér megyében már nem kell mentesíteni, hanem ezt a mentességet kell fenntartani. Ezért különböző vérvizsgálatokat végzünk, mint szinte valamennyi betegség esetében, és amennyiben mégis ez a vírus megjelenik akár a megyében, vagy más mentes megyében, vagy régióban, akkor azokat az állatállományokat ki kell vonni, tehát vágóhidra kell utalni. De Természetesen valamennyi állatfajnak vannak ilyen betegségei, gondoljunk itt például szarvasmarháknál a gümőkorra, ugye ami egy zónózis, tehát emberre is átterjedhet, még a 80-as években mentessé vált az ország, de ezt a mentességet fent is kell tartani, ezért minden évben valamennyi szarvasmarha egyedileg egy úgynevezett bőrpróbán esik át, amivel azt vizsgáljuk, hogy ez a baktérium nem jelente meg ebben az állatban, illetve abban az az állományban. Igen, az elmúlt esztendőkben volt ebben részünk bőven, hiszen madárinfluenza valóban a madárinfluenzának miként lehet gátat szabni. Hogy kezdődik? Van egy egyed, ami fertőzött, és utána pedig a önöké az intézkedés joga és lehetősége. Így van, az influenzavírus egy egy nehezen kiírtható vírus, mint ahogy nem is sikerül, de azt, de gátat lehet szabni a terjedésének, ahogy az emberi influenzánál is. Sajnos ugye, mivel a vadmadarakat nem tudjuk megakadályozni, és nem is akarjuk megakadályozni abban, hogy évente legalább kétszer átvonuljanak, hogy így mondjam, az egész földgolyon, ezért ezt a betegséget hozzák, viszik. Viszont a saját háztályi állományainkat tudjuk védeni, és itt jön a mi feladatunk, hogy meg kell oldani, meg kell oldatni az állattartókkal azt, hogy az állatállományaikat el tudják zárni a vadmadaraktól, tehát a vadmadár ne tudjon beszállni például a házimadár állományba, ott mondjuk a takarmány Etetését, ha már zártam, meg tudja oldani az állattartó, akkor az már egy nagy védelem, mert a vadmadár is leszállna, és enne abból a takarmányból, hogyha az nem az ártetetés nem lenne megoldott. Abban az esetben, ha mégis befertőződik egy állomány a madárinfluenzával, akkor pedig annak a kiirtásáról kell gondoskodnunk, hogy ezt a betegséget minél előbb körbe tudjuk zárni, és eliminálni tudjuk, mert Különben a terjedése nagyon gyors. Ilyenkor nyilvánvaló, hogy a tulajdonos, tehát a gazda, az állatorvos, a körzeti állatorvos és önök is szoros együttműködésben vannak. Természetesen hát az állatállományt folyamatosan az állattartó van kapcsolatban, tehát hogyha betegséget tapasztal, azt azonnal jelentenie kell az ellátó állatorvosának, ugyanis jogszabály kötelezi arra, hogy ellátó állatorvossal szerződést kössön, tehát oda állat, az állatorvosi felügyelet alatt is van egy-egy ilyen állatállomány, és a szolgáltató állatorvos pedig tudja, hogy ilyen esetben mi a kötelessége, jelentenie kell a járás illetve megyei állategészségügyi szerveknek. De nagyon fontos az az állami segítség, ami ilyen esetben az állattartó felé megmutatkozik, mégpedig az, állat, az állami kártalanítás. Ezzel is azt akarjuk erőltetni, hogy igenis jelentség be, hogyha beteg állattal találkoznak az állattállományukban ne titkolják el, mert az állam kártalanítani fogja őket, tehát az elpusztított állomány értékét meg fogják kapni. rendkívül fontos sertéspestisről szeretnék beszélni. Nyilván északon, északkeleten Kárpátai, illetve Szlovákia oldaláról fenyegető volt a veszély, és ennek is gátat lehet szabni. Ilyenkor milyen kiemelt intézkedésekre van szükség? Most is jelen állapotban az afrikai sertéspestis ellen védekezünk. Hál' Istennek Magyarországon még nem került bejelentésre ez a betegség, tehát ez a betegség nem ütötte még föl nálunk a fejét, de a környező országokban, mind Romániában, mint Ukrajnában megjelent, tehát a Kárpátalján, illetve Romániának Magyarországgal határos vidékén néhány kilométerre az ország határtól felütötte fejét ez a betegség ilyenkor az országos főállatorvos úgynevezett határozatban kötelezi az egész megyét a kiemelt védekezésre, így kiemelt terület szabolcs már bereg megye. Ott egyrészt a határokat szigorúan ellenőrzik, illetve a vadállomány ellenőrzése is szigorított módon folyik, de Fejér megyében is folyamatosan monitorozzuk a vaddisznó állományokat, így az elhullott állatok valamennyi, valamennyi elhullott állatból mintát kell küldeni, illetve a vadásztársaságoknak bizonyos kilőtt vaddisznó után, szám után mintát kell küldeni. Nyilvánvaló, itt az erdészeket is felelősség... Ő Sőt, az erdőt járó embereket is, mert az országos főállatorvos határozata tulajdonképpen kiterjed valamennyi állampolgárra, ugyanis arra, hogy így mondjam, kéri az állampolgárokat, hogy, hogy amennyiben elhullott vaddisznót találnak, látnak, ne nyúljanak hozzá, hanem szóljanak a lehető legközelebbi vagy állatorvosnak, vagy erdészeti hatóságnak. Erről a betegségről azért tudni kell, hogy emberre nem veszélyes, viszont az állatállomány, a sertés, a házi, illetve a vad disznóállományokra nézve nagyon, nagyon nagy ragályozók, tehát nagyon nagy mennyiségben betegséget és illetve elhullást okoz, és nem beszélve a közvetett kárról, a gazdasági kárról, amit okozhat, mert Magyarországot, amennyiben ez a betegség felüti a fejét, bizonyos országok kizárhatják az export Igen, exportból. Igen, ha elszigetelnek bennünket, akkor annyi a termelőknek. A, mi történik az állat eredet, állati eredetű élelmiszerekkel ilyen? Akkor. Mennyire kell figyelni a határőrzetben? Mivel ez a vírus nagyon ellenálló, így a hőkezelésnek nem alávetett, tehát például csak füstöléssel tartósított élelmiszerekben, vagy akár fagyasztott húsban hónapokig életképes marad, ezért a, a keleti határainkon szigorított határellenőrzés folyik. Ez azt jelenti, hogy a turistaforgalomban is tilos, Élelmiszert még akár szendvicsben is áthozni, és a határőrök át is vizsgálják a turista forgalmat is. De természetesen a, a, a ragályozott, tehát a sertéshús szállítmányok pedig csak azokból az országokból, illetve országrészekből érkezhetnek Magyarországra. Eh, ahol ez a betegség nem ütötte fel a fejét. Most a miniszteri elismerésből kiderül, hogy remekül végzi a munkáját munkatársaival együtt, viszont vannak frekventált időszakok. Ugye volt, van a karácsony, nagyon is jól tudjuk a nyári időszak feltétlenül, és most itt vagyunk a kettő között, a húsvéti, vagy ahogy mostanában nevezzük, a tavaszi élelmiszer ellenőrzések. Azt hiszem, hogy ez is kiemelten fontos, hiszen a húsvéti időszakokban a sonka, a tojás és nem sorolom. Kezdjük talán a tavaszi ellenőrzéseknél, hiszen ez megkezdődött ez a folyamat. Március 1-e óta úgynevezett kiemelt célellenőrzést végzünk a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan, és ez egészen el fog tartani március 31-éig, tehát körülbelül fél távnál vagyunk, bár az igazi dömping az mostantól várható. Természetesen az ellenőrzésekkor. Koncentrálunk az élelmiszer előállítókra, tehát itt a húskészítmény előállítókra, illetve tojáscsomagolókra, de az édesipari termékek előállítóira is. És ide tartozik még, bár nem élelmiszer, de élelmiszer alapanyag, az élőállatszállítás, ugyanis ilyenkor megemelkedik, mint a bárány, mint a szállítások száma, és ugye Olaszországba ilyenkor viszik ki a legtöbb bárányt, ilyenkor egyrészt kiemelten is ellenőrizzük, hogy megfelelnek-e az állatvédelmi előírásoknak, de természetesen valamennyi export szállítás esetében hatósági állatorvos felügyelete mellett történhet. Ha röviden is, de azért menjünk sorban. Tehát először is nézzük meg a tojást. A nyuszi viszont a minőségével azért esztendőről esztendőre tudjuk, hogy vannak problémák. Nem csak a nyers tojásra gondolok elsősorban, hanem a csokoládé tojásokra is. Hát itt azért kere, szétválasztanám a, a kettőt. Hát egyrészt az étkezési tojás vizsgálatok folyamatosak, és idején is kiemelt célterület. Ugye tavalyi évben volt a Fipronilla szennyezett tojás botrány, ami Hollandiából, illetve Belgiumból indult. Sajnos magyarországi termelők is érintették váltak, de hál' Istennek sem Fejér nem találtunk semmilyen gazdát, sem olyan tojást, amelyben ez a, a nem engedélyezett anyag, hatóanyag felelhető lett volna. Idén is kell mintát vennünk, tehát étkezési tojás mintázás folyik, és a nébi laborok vizsgálják, hogy fipronilt tartalmaz-e. Mm. Ami még, bár itt nem került említésre, de kiemelt célterület idén a tojás festékek vizsgálata is. Ugye azt gondolnánk, hogy bármivel lehet festegetni a tojást, és ez nem így van, ugyanis a forgalmazásba csak olyan tojás kerülhet, amely étkezési célú festéket tartalmaz. Tehát amit festett tojást lehet kapni a boltokban, az, az biztonságos, bár ezt vizsgáljuk, és azokat a tojás festékeket is vizsgáljuk, amelyeket manapság lehet kapni, ugyanis csak ételszínezék tartalmú tojásfesték forgalmazható. Megnyugtató. Sonka. Úgy, nagyon is jól tudjuk, hogy a háztáji sonka is elterjedt mostanság, tehát vásárolunk innét, onnét, ami nem kellően biztonságos, de hát ez most már így van. Viszont mit tesznek azért, hogy a boltokba csak olyan minőségű áru kerüljön, és amelynek a, megvan a származási helye? É, nagyon fontos az, hogy a fogyasztónak is van ebbe felelőssége, igen, és nézze meg a címkéjét annak a terméknek, amit megvásárol, és sonkát ugye a forgalmazásba, vagy kistermelő által gyártott sonka Kerülhet, vagy üzem, tehát ellenőrzött üzemből, uniós üzemből, ilyenkor egy oválbélyegző van rajta, aminek a közepén a HU felirat látható, és egy három vagy négy jegyű van fölötte, ebből pontosan beazonosítható az a, az üzem, ahol ez elkészült. És legyenek nyugodtak a vásárlók, ugyanis ezek az üzemek folyamatos ellenőrzés alatt vannak, és ugye nem csak az üzemben, hanem a forgalmazásban is ellenőrizzük ezeket a termékeket. Egyrészt a, a magukat, a jelöléseket, másrészt viszont magát, a sonkát is, mintát veszünk belőle. A vendéglátóipari egységekben is ilyenkor azt hiszem, hogy konjunktúra van, sokan, nagyon sokan járnak éttermekbe. Ellenőrzik-e ilyenkor az éttermeket külön? Kiemelten. Természetesen a magyar családoknak egyre gyakoribb szokása az, hogy az ünnepeket nem feltétlenül otthon, hanem a vendéglátóegységekben töltik és ilyenkor a vendéglátás is egy kiemelt terület. Természetesen itt is megjelennek, megjelenhetnek szakembereink, vizsgálják az alapanyagok minőségét, illetve eredetét, mert fontos az, hogy az ilyen élelmiszer vállalkozásokba csak ellenőrzött helyről lehet beszállítani alapanyagokat, de vizsgálják a konyha technológiát is, hogy megfelelő módon készülnek-e el azok az ételek, amik utána kiszolgálás. Az elmúlt időszakban számtalanszor beszélgettünk egy-egy ellenőrzés sor végén a tapasztalatokról, és ön elmondta, hogy hála Istennek úgy tűnik, hogy Magyarországon egyre csökken a, az élelmiszerbiztonsági bűnözés, ezt most én mondom, ne, ön nem így fogalmazott. Ez valóban így van, és ez ha, már pedig természetesen, ha így van, akkor ez az önök munkájának is köszönhető, hiszen a prevenció mindenek előtt. Csökken Fejér megyében mindenképpen, de országos szinten is az a tudomásom, hogy csökken a nem megfelelőségek száma, illetve egyenlőre az óriási élelmiszerbotrányok is hál' Istennek elkerülik a megyénket, én azt mondanám, hogy a, a, mint mindenért az élelmiszer vállalkozó felel, tehát én ezt a dicsőséget is inkább nekik adnám oda. Tehát én azt gondolom, hogy az élelmiszer vállalkozók felelősségtudata nagyban növekedett, sokkal jobban érzik azt, hogy hogy a fogyasztónak csak biztonságos élelmiszert szabad adniuk. Lehet, hogy ezt a piac követelte ki, lehet, hogy a hatóságnak is van ehhez köze. Az a lényeg, hogy a végeredmény az megfelelő legyen, tehát a fogyasztót minél biztonságosabb és minél jobb minőségű élelmiszerrel lássuk el. Természetesen ebben a jogalkotónak is nagy szerepe van, és nagyon eredményes az, ami az élelmiszerkönyv változásaiban látható, hogy kenyérnek már csak azt a jó minőségű terméket lehet hívni, ami megfelelő módon és megfelelő alapanyagokból készült, de aztán már a múltban beszélgettünk itt a párizsiról, vagy a Vírstről, ami ami termékek, nagyon finom és ízletes termékek, és most már csak azokat lehet ennek hívni, amely megfelelő hústartalommal bír. Az elmondottak tükrében kijelenthetjük, hogy az élelmiszerbiztonsági szempontból jó úton jár hazánk? Szerintem igen. Csak erről a jó útról nem szabad letérni, és ebben nagyon nagy felelőssége van azoknak a vállalkozóknak, akik a mindennapi élelmiszerünket előállítják. Köszönöm szépen, és nyilván az önök felelőssége is megvan, de azt gondolom, hogy a miniszteri elismerésből is kiderül, hogy, hogy a élelmiszerlánc biztonsági főosztályon önökön nem fog múlni. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, még egyszer gratulálok, és hát jó munkát, nincs kétségem felőle, ettől függetlenül lesz dolgok bőven. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a Fehérvári beszélgetéseket látták, az élelmiszerbiztonságról beszélgettünk dr. Szébert Gergely megyei főállatorossal. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!